Kincsem, hova tetted a kenyeret? Hol van a kenyér? Eldugta. Hol a kenyér? Kihozod anyának a konyhába, légy szíves, a kenyeret? Mert valahova bevitted. Hozd ki a kenyeret, életem, jó? Oda tetted? Ide tetted a kenyeret? Ide behoztad? Hol van? Ott a kenyér! Anyának vigyük vissza, mert ezt fogjuk enni. Oda viszed, Neten? Neten? Tessék, kincsem? Halló? 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 Szia, anya, itt a kenyér. Kisfiad ellopta. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Verrückte bunte Reise, Martini to front. Jó reggelt mindenkinek! Szevasztok, gyerekek! Jó reggelt! Mit csinálsz, kukat? Guten Morgen! Guten Morgen! Mit csináltok, kis kukacok? Kezelének anyát összeszedem, addig ne tán kirámolja a fürdőszobát. Szia! Ó, mekkora esés! Jó reggelt, kincsem! Jó reggelt, kukac Tóni! Még jogurtos a szád a reggelitől, úgy látom. Ó, jogurtos a szád a reggelitől. Igen, kis jogurtos. Kicsit jogurtos. Jogurt királyok. Kis kukacok, anya, mutass csak a kukactáncodat. Ó, ne. Kukactáncod? Persze. De beteszem? Manó! Képzeljétek el, most egy olyan lakásban vagyunk, ami olyan, mint az Airbnb, csak annyi, hogy nem napokra adják ki, hanem általában hónapokra. Tehát olyan üzletembereknek szokták ezt kiadni, akik ilyen egy-két hónapot, vagy negyedévet, fél évet, egy évet vannak egy-egy városban. Szóval mi is most ilyenben vagyunk, pár hónapra kivettük, és annyira menőnek tartjuk, annyira ízlésesen van berendezve, tehát hogy tényleg szerelmesek vagyunk a lakásban. Megmutatom, figyeljetek, hogy itt van így, egyébként így néz ki, hogy ott van hátul a konyha, itt van a nappali, és akkor itt van egy ilyen kis dolgozó rész, itt pedig a háló, meg egy gardrób, meg egy fürdő. Szóval így veletek kicsit jobban megmutatom, hogy ti is lássátok. Szóval ez így a háló, így, aztán itt van egy ilyen gardrób rész, egy kicsit nagy a kupi, bár csak az én részem a nagy a kupi. Az Adélnak nem tudom, milyen gyönyörűen vannak behajtva ruhái, mert konkrétan tegnap láttam ezt. Hú, de szép. Az enyémek így be vannak dobva általában. Igen, Nátán, köszönöm azokat, a cipőket visszateheted a helyére. Nyugodtan. Szóval, itt van a fürdő. Sajnos nincs fürdőkád. Ez az egyetlen egy baj a lakásnak, hogy nincs fürdőkád. Mert én azt nagyon-nagyon szeretem. Szeretek beülni a fürdőkádba. Itt van egy ilyen kis dolgozó részem. Itt vágom például a vlogokat, meg minden ilyen kreatív dolgot, ami a munkámmal kapcsolatos, azt itt rakom most össze. Gyere életem! Gyere ki te is! Szóval, hogy itt a nappali, ez a kedvenc kis fotelunk. Aztán itt a konyha, egy tök nagy asztallal. Itt van egy kis teraszunk. Így. És, ja, ez a kedvencem, ez a lámpa. Ez mennyire menő. Nagyon jól néz ki szerintem. Gye! Menj egy kört! Lög magad a lábaddal! Lög magad a lábaddal, kincsem! Na jó. Szóval, itt pedig ez a bejárat egyébként, és itt még van egy vendégvécé. És az pedig még így egy ilyen vendégvécé. Ez így néz ki. Szóval, hogy nagyon menő szerintem a lakás, nagyon-nagyon jól van berendezve. Na, lög magad! Lög magad! Hű! Ügyes vagy, kormányozz is! Énkor balra kell menni, neki fogsz menni valaminek. Tessék! Tessék! Azt mondom, hogy a Nátánt be kéne adni a kitába, vagyis a bölcsibe. Pont erről beszélgettünk, és erre mit mondtál? Nehogy én adjalak be téged, hogy elmegy úgy, hogy nézem.
Igen, Manu? Nem, soha nem a nálak be sötéget, soha Natán Csehova. A kitában Natán, Manu? Oh, ne! Nem, nem szeretném. Nem egyezik a véleményünk Adéllal az a nagy helyzet. Mert hogy én azt mondom, hogy szerintem adjuk most már, hogy a 14 hónapos a Natán, az Adél pedig semmiféleképpen nem szeretné. De miért nem? Nem, valamiért az én fejemben az él, hogy egyrészt engem mondjuk csak 3 éves koromban adtak be az oviba. Látszik is rajtad. Irattak be az oviba, köszönöm szépen. Tehát valószínűleg, hogy ez is közeljátszik, vagy nem tudom. Meg az, hogy mivel én tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itthon lehetek vele, és sokat tudok vele lenni, emiatt érzem azt, hogy elegendő csak 2 éves korától mondjuk beadni a bölcsödébe. De meg ugye már most szeretnéd. Hát de most az igazából ugye szeptembertől lenne, amikor is hány hónapos lesz? 16 hónapos. Ez az majdnem 2 év. Hanem 17, igen. 17, igen. 17. Despacito, despacito. Firmo en las paredes de laberinto. Hacete fuerte todo menos frito. Sí, porque así, porque español, español. Én pedig azt mondom, hogy azért szeretném beadni a kitába, egyrészt mert németekkel lenne, és nem csak én beszélnék hozzá németül. Kettő, hogy tényleg társaságban lenne, gyerekekkel lenne. Minél előbb egy közösségbe kerül, szerintem annál jobb. Harmadrészt lenne egy rendszer az életében, tehát ő tudná, hogy reggel megyünk a bölcsiben, hogy ott tényleg megvan az, hogy mikor van ebéd, reggeli, nem tudom, uzsonna, mikor van játszási idő, mikor kell aludni, mikor jönnek érte anyáék. Szóval, hogy szerintem abszolút nem tesz neki rosszat. Mondom, 17 hónapos korban, hogyha beadnánk, az tök jó lenne. Minden éveddel egyetértem, ja. Hát, hogy minden dolog, csak értetted, hogy az, hogy mikor legyen, az meg megint egy döntés. Nem azt mondom, hogy ne menjen bölcsbe, tehát ezekkel az érvekkel én is abszolút egyetértek. Uh-huh. Csak én azt gondolom, hogy egyébként elég, hogy a 2 év... Nem, elég, hogy 2 éves korában. Hát de most igazából tudod, hogy Nátán az májusi. És akkor is 1 évig van ott. Értem, csak a Nátán május, tehát vagy az, hogy most szeptemberben, vagy jövő szeptemberben, akkor már 2,5 éves. Az akkordokkal. Úgy látom, összevesztem az akkordokkal. Tényleg? Kicsit összekuszálódtak az akkordok. A húrokkal. Olyan izgalmas, meg egyben olyan idegen belegondolni, hogy ez egy új időszak, nem? Így a család persze, életében. Persze. Hogy egyszer csak a kisbabáknak is lesz egy olyan helye, kvázi nem munkahely, de hogy tudod, egy olyan helye, ahol mindig el kell mennie. Vajon más hogy csinálja? Kíváncsiak vagyunk, hogy írjátok meg, hogy ti például mikor adtátok be a gyereketeket a bölcsiben, és hogy miért, mert nyilván egyébként az élethelyzet is fontos, hogy ki miért adja, mert van, aki egyszerűen nem teheti meg, hogy otthon marad a gyerekével, mert dolgoznia kell. Lehet másnak is az a véleménye, hogy egyébként jobb lenne minél később, de mivel olyan az élete, hogy a munkahelyezét korábban beadja, de szerintem ebben nincs jó meg rossz, mert hogy itt helyzetek vannak, életek vannak, döntések vannak. Love to vibe and only my hand. Halt sie ganz fest, keine Angst. Ich werde dich hüten, dich beschützen. Bin für dich hier, keine Angst. Gerne, Manu. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halt. Manu, mi a baj? Manu... Mi a baj? Mi a baj? Semmi. De mondd, mi a baj?
nem tudok veled énekelni is, meg odafigyelni arra, hogy jól énekelt a sorokat, meg arra is, hogy netán felöltöztessem, kipakolja az egész gardróbot, közben el kéne indulni vásárolni, közben nem érzem jól magam a bőrömben, meg szeretném mosni a hajamat, soroljam még. Szerintem, mert tudod, mi borított ki igazán téged, és mi sokaltál be? Rám kell figyelni a soroknál. Hogy te arra kell figyelned, hogy én hogy énekek, szerintem ezt tette be a kaput. Őszinte leszek, tényleg őszinte leszek, Manu. Ezért most én bőkívás vállalom a felelősséget, jó? Tényleg inkább csak az, hogy megtanulom azt a dalt. Figyelj, megtanulom a dalt. Megtanulom a dalt, és akkor hátra nem lesz egy problémát, jó? Elfáradtam, melegem lett. Meleged vagy eleged? Melegem is, meg elegem is. Na jó van, zárjuk le ezt a kita témát. Sors úgyis majd eldönti, találunk Annátának helyet. Úgyhogy majd beszámolunk róla nektek. Na jó, szia Manu! Hi! Na ennyi volt már a mi kis részünk. Ha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Nem sokára jövünk új tartalommal, puszi mindenkinek. Puszi, puszi, kicsit neked hoztam valamit. Mit? Ez hülye! Te normális vagy, Manu? Ez mi volt? Ezt miért kaptam? Mondnál meg, majom vagy!